A Máté Szalkai Szakképzési Centrum 5 szabolcs már bereg középiskolát működtet, tagintézményei Máté Szalkán, Nyírbátorban és Nagykálóban találhatóak. A szakképzési törvény átalakítása újabb és újabb feladatok elé állította a fenntartókat. Ehhez az állam 450 millió forintot biztosított a Máté Szalkai Szakképzési Centrum részére. A projekt három éves megvalósítási ideje a közelmúltban ért véget, Melynek eredményeiről a tagintézmények online formában számoltak be. Megcéloztunk egy 2,9-es lemorzsolódást csökkentést, ugyanis az Európai Unió tagállamai közül, ha hátulról veszük a listát, bizony Magyarország hátulról a hatodik helyet foglalja el, több mint 10%-os lemorzsolódással, és az Európai Unió elvárása az, hogy 10%, hogy az alá csökkentsük ezt a, a számot. A projektnek köszönhetően a centrum intézményeit alapuló nekünk 6,59%-a, tehát majd 7%-a sikerült csökkenteni a lemorzsolódást, majd háromszorosan teljesítettük túl azt a tervet, amit magunknak megfogalmaztunk. A beszámolón elhangzott a pályázat keretösszegéből összesen közel 150 millió forintot fordítottak az iskolák eszközbeszerzésre és informatikai eszközök fejlesztésére. A pedagógusok képzése, illetve továbbképzése mintegy 60 millió forintba került, az építési beruházások pedig nagyjából 15 millió forintot vettek igénybe. Az intézmény kancellárja elmondta, a hátrányos helyzetben élő roma tanulók felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektettek. Roma mentorokat foglalkoztattunk, különböző programokat dolgoztunk ki arra vonatkozólag, hogy a, ez a szegregátum is jól érezze magát az iskolánkban, és is az, az egész életre való tanulásnak a kompetenciáit próbálja majd magáévá tenni. És mindenkire vonatkozott az a megfogalmazott cél is, hogy az alapkompetenciákat, illetve azokat a szakmai készségeket, amelyek a szakmai képzéshez szükségesek, azokat a tanulóink minél hamarabb megszerezzék és ennek birtokába legyenek. A kancellár hozzátette, a határon túli kapcsolat építés területén is sikerült előrelépni. A szakképzési centrum évek óta partnerségi viszonyban áll a Beregszászi II. Rákóczi Főiskolával. Az elmúlt években a két intézmény összehangolta oktatását, és mind az oktatók, mind a tanulók rendszeresen szerveztek egymáshoz szakmai látogatásokat.